Ha nemrég csöppentél bele a Dead by Daylight világába, akkor lehet, hogy fogod a fejed, hogy melyik DLC-t érdemes megvenni. Melyiket jobb figyelmen kívül hagyni, vagy épp melyik illik a te játék stílusodhoz. De egy percig se tessék aggódni, ugyanis ma megpróbálok, és hangsúlyozom, hogy megpróbálok, ebben a segítségetekre lenni. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha kíváncsi lennél, melyik DLC-ről mi a véleményem, vagy csak jól jönne egy kis segédlet, hogy melyiket érdemes beszerezned, akkor tarts velem! Ugyanis erről lesz szó a Goosebump mai videójában. Ha jól számoltam, akkor jelenleg 29 beszerezhető DLC van a játékhoz. Ami így kimondva, kezdőként nem épp biztató. Viszont nincs feltétlenül szüksége mindenkinek mindegyikre. Azonban a másik oldalon meg ott van az, hogy ránézésre azért nem olyan könnyű megállapítani, hogy kinek melyik lenne való. Úgyhogy szépen, de azért kicsikét tempósan, elmondanám a véleményem mindegyik DLC-ről, és hogy milyen játékstílusú vagy habitusú embereknek ajánlanám őket. Úgyhogy kezdjük is megjelenési sorrendben. A legelső DLC-nk nem más, mint a Halloween. Ez már csak azért is egy erős indítás, mert hogy Myers képessége és Lori perkjei nem épp a legjobbak a játékban. El lehet velük szórakozni, főleg megfelelő egyéb perkekkel és addonokkal kombinálva, viszont ki lehet ezeket könnyen játszani. Amik miatt viszont elgondolkodtató, az Myers perkjei. A Save the Best for the Last nagyon sok másik gyilkoson állja meg a helyét. És ugyanez a helyzet a Dying Light-tal és a Play With Your Food-dal. Egyik sem a meta része, viszont tudnak kellemetlen szituációkat okozni a túlélőknek. Úgyhogy lényegében, ha tetszik a Myers-el járó, stalkoló, lassan beinduló játékmenet, akkor hajrá! Ha viszont jobban szeretsz gyorsan belecsapni a dolgokba, akkor igazából nincs miért nagyon beszerezni ezt a chaptert. Hasonló a helyzet az a Flesh and Mudnál is. Hag lényegében a feledés bugyrában tartózkodik már hosszú-hosszú idők óta. Ace perkjei pedig egyszerűen nagyon kicsi pluszt adnak. Azonban Hack perkjei közül ott van a Devour Hope, ami meccsfordító tud lenni sok esetben. És bár a Ruinnak, meg pláne a Third Seal-nek nincs akkora haszna, viszont egy koordinálatlan csapat ellen még akár ezek is jól tudnak jönni. Úgyhogy ha csak nem tetszik a gyilkos maga, vagy ez hiányzik még a gyűjteményedből, akkor én nem ajánlom ezt a kiegészítőt. Inkább érdemes kivárni, míg bekerül a shrine-ba az áhított perk. A Sparks of Madness-szel érkezett a Doki és Feng Min. És igazság szerint mindkettejüknek vannak nagyon jó perkjei. A Light és az Overcharge elég nagy szerepet játszanak a jelenlegi metában is, de igazából a többivel is össze lehet pakolni teljesen jó bildeket. A gyilkos maga pedig annyira nincs elterjedve ugyan, de nagyon szép meccseket lehet vele menni. Az egész megőrülési mechanika és az ezzel járó hallucinációk, skill-check nehezítések nem túl kellemesek. És akkor még az addonokról nem is beszéltem. Úgyhogy szerintem egy elég központi DLC-ről van szó, amivel igazából nem tud mellé nyúlni az ember. Ha más nem, időközönként biztos, hogy elő fogod venni a velük jött perkeket és a killert, és garantálom, hogy élvezetes meccseket fogsz tudni menni. A Leatherface DLC egyetlen karakter tartalmaz, mégpedig Bubát. Nem feltétlenül egy erős gyilkos. Ezt jól mutatja az átlag játékmodor is, amit vele szoktak alkalmazni. Viszont a perkjei közül szerintem senkinek nem kell bemutatnom a Franklin's Demise vagy a Barbecue and Chili-t. Azonban mivel mostanában elég sűrűn található meg ez a két perk a shrine-ban, ezért én inkább arra biztatnék mindenkit, hogy érdemes onnan beszerezni ezeket. Ha nincs meg maga a gyilkos, nem sokat vesztesz. De persze, ha tetszik a láncfűrészes mechanikája, akkor tessék csak behúzni a sztorból.
A rémálom az Elm utcán. Na ez megint egy érdekes darab. Mostanában, mintha megint kezdenének rákapni az emberek Freddyre, és egyébként teljesen meg tudom érteni. Nem egy dobok tőle egy hátast kategória, de izgalmas vele és ellene is játszani. Illetve a saját perkjei is teljesen jók. A Bloodwardent be kell tudni időzíteni, de egy utolsó pillanatos 4K-t is össze lehet vele hozni. A Remember Me és a Fire Up pedig gondoskodik a játék végi erősítésedről. Na de Quentin már egy más tészta. Igazság szerint egyik perkje se kimondottan hasznos. Szituációfüggők és jobb inkább olyan perkeket hozni, amik minden esetben biztosítanak neked valami pluszt. De ennek ellenére is azt mondom, hogy ha mondjuk az első DLC-d megvétele előtt vagy, akkor ez egy nagyon jó döntés lehet. Ha annyira már nem mondod magad kezdőnek és akár már bonyolultabb gyilkosokat is elsajátítottál, akkor pedig vannak más, értelmesebb chapterök is. Egy fájó pontja szívemnek a fűrész fejezet. Amennyire szeretném ajánlani nektek, annyira intek mindenkit a megvásárlásától. Te perkjei semmilyenek. A gyilkossé még inkább, és hát ugye, Nerf Pig. De tényleg, ebben a DLC-ben igazából semmi használható nincs. Úgyhogy ha csak nem fanolni szeretnél Piggel és nem nyerni, illetve ez hiányzik csak a kollekciódból, akkor szerintem nincs értelme beruházni erre a kiegészítőre. A körtönkollal érkezett bohóc egy teljesen okés gyilkos az üveghajigáló képességével. A perkjei nem minden gyilkoson állják meg a helyüket, viszont akiknél igen, azoknál elég szépen teljesítenek. Kate Danson már valamivel univerzálisabb perkekkel érkezett. A Boilovert szinten minden körben használja legalább egy ember, de a Dance With Me és a Windows of Opportunity sem hatalmas nagy ritkaság. Úgyhogy túlélői oldalról mindenképp egy jó DLC-ről van szó, és ha a gyilkos loop helyeket és üldözéseket rövidre záró mechanikája is tetszik, akkor csak ajánlani tudom a chaptert. A Shattered Bloodline Spiritet és Eden Francis-t tartalmazza. Spirit egy kiváló gyilkos, és konzolon pedig egyébként az egyik legjobb választás lehet. Egy jó felhallgató és gyakorlás segítségével roppant hatékony tud lenni. És a perkjei is nagyon jók. A Spirit Fury-t lehet kombózni, vagy önmagában is vinni, a Hunted Ground és a Rancor pedig szituációfüggő perkek, de nagyban tudják befolyásolni a meccs végét. Eden perkeiről már ezek nem mondhatóak el. Egyedül a Deliverance látom említésre méltónak, a másik kettő igazából nem sok mindent ad. De a Deliverance-t is ki kell tudni használni, és hát erre nem mindig van lehetőség. Szóval lényegében, a konzoljátékosoknak mindenképp ajánlom a chapter beszerzését, de szerintem a PC-ről játszóknak sem lesz egy rossz döntés. A Darkness Among Us-ban található Legion az egyik legidegesítőbb gyilkos a játékban. A képességével könnyen tud nyomást helyezni a túlélőkre, és hatékonyan használva, valamint megfelelő perkekkel nagyban tudja lassítani a generátor szerelést. Saját perkjei nem feltétlenül a legjobbak, bár tény, hogy az Iron Maiden a legtöbb Huntressnél és Tricksternél alapkövetelménynek számít. Jeff Johansentől igazából a Distortion az, ami kezd magának utat törni a köztudatba. De alapvetően az Aftercare-rel és a Breakdown-nal is lehet találkozni. Úgyhogy ha már vannak esetleg más DLC-id, és szeretnél egy pörgős játékmenetű gyilkost is magadénak tudni, akkor szerintem itt az idő vásárolni. A Demise of Faithful-lal kaptuk meg Plague-et és J. Romero-t. Maga a gyilkos egyébként szerintem teljesen jó. Viszont tudni kell használni, ahogy ellene is tudni kell játszani. Úgyhogy eleinte elég 50-50, hogy milyen meccseket megy vele az ember. A gyilkos perkjei közül igazából a Corrupt Intervention és az Infectious Right a leghasználtabbak, de azok sem rajta. Túlélői oldalon pedig egyedül a Hedonnal találkozhatunk, viszont az már inkább a fán kategóriába sorolandó.
Úgyhogy ha szeretnél egy olyan gyilkost, akivel mindig lesz egy plusz parafaktor a fertőzés miatt, és még egy bulisabb túlélő perk is jól jönne, akkor ajánlom figyelmedbe ezt a kiegészítőt. Egy újabb egy karakteres DLC az Ash vs. Evil Dead név alatt. Ezt igazából a franchise rajongóinak tudom csak és kizárólag ajánlani. Perkek közül egyedül a flip-flop tud jól jönni, de nagyjából olyan rendszerességgel, mint mondjuk az Unbreakable. Úgyhogy hatalmas figyelmet szerintem nem érdemes szentelni szegény Ashnek, ha perk miatt gondolkozik rajta az ember. És akkor még egy személyes chapter a Ghostface DLC. Hasonló a helyzet, mint Myersnél. A képességét ugyan máshogy kell használni, viszont koordinált és ügyes csapatok ugyanúgy ki tudják játszani a jelölést. A perkjei pedig más perkekkel kombózva, vagy pedig tényleg csak a szórakozás jegyében elmennek. De ha tetszik a lopakodós, a stabil szívritmust felkavaró játékstílus, akkor szerintem egyébként ezzel a DLC-vel jársz a legjobban. Rip Stranger Things. A Cursed Legacy-ból Onival és Yui Kimurával bővült a karaktergárda. Oni véleményem szerint a másik fantasztikus gyilkos konzolon, ha megtanulja a Demon-es irányítását az ember. A perkjei elmennek. Vannak meccsek, mikor nagyon jól tudnak jönni, és vannak, mikor nem sok hasznukat fogod venni. Illetve gyilkos függő is, hogy melyik mennyire lesz effektív. Yui-nak a perkjei pedig másokhoz hasonlóan a fun kategóriába esnek meglátásom szerint. Fel tudsz állítani ledöntött raklapokat, és gyorsabban vigülözik a közeledben lévő csapattárs. Talán a Lucky Break-et mondanám valamelyest metának, de ha egyszer kifogy, akkor onnantól majdhogy nem csak három perkkel játszol. Úgyhogy a konzoljátékosoknak biztos, hogy egy nagyon jó vétel lehet Oni miatt a DLC, viszont a PC-seknek is ugyanakkora, hanem nagyobb hasznuk lehet a gyilkosból és a vele járó perkekből. A Chains of Hate szerintem az egyik legjobban összepakolt DLC mind közül. Egy fantasztikus távolharci gyilkost kaptunk, akinek mind a három perkje szinte önmagában is megállja a helyét, és Zarina Kassirtól az Off the Record igazából egy jó ideje benne van a metában. Szóval szerintem már nem nagyon kell tovább magyaráznom, hogy a Chains of Hate-tel nem lehet mellélőni. Értitek? Mert hogy Deathslinger, meg a szigonypuska... De előre is sok sikert szeretnék kívánni a konzolról játszó társaimnak. Deathslinger elsajátítása nem lesz egy könnyű menet. A Silent Hill Chapter szerintem a magyarázó szótárba elmehetne a szituáció függő szókapcsolat illusztrációjának. A gyilkos főképessége a túlélők beketrecezése szituáció függő. A perkjei még annál is szituáció függőbbek. És akkor szerintem már tudjátok, hogy mit gondolok Cheryl perkjeiről. Viszont alapjáraton szórakoztatóak. Úgyhogy ha már megvannak idézőjelesen fontosabb vagy metásabb perkek, akkor el lehet gondolkozni ezen a DLC-n is. Egyéb esetben szerintem jobb, ha egy másikat választ az ember. A Decent Beyond DLC-ből Blight az egyik legerősebb gyilkos a játékban. Miután megtanulja használni az ember, akár egy hiba után is könnyen meg tudja büntetni a túlélőket. Perkjei közül egyébként annyira egyik sincs elhíresülve. Az Undying az, amit talán a leggyakrabban látott egy Devour Hope-pal vagy egy Ruinnal kombinálva. Felix Richter pedig nem a leghasznosabb perkekkel érkezett. Az lenne rájuk talán a legjobb kifejezés, hogy vannak helyettük hasznosabbak is. Egyáltalán nem rosszak, csak vannak jobb alternatívák. Úgyhogy ha a Blightot annyira nem szeretnéd beszerezni, hanem inkább jó perkekre szeretnél szert tenni, akkor nem biztos, hogy jó helyen keresgélsz. A Binding of Kinben található Twins és Elodie Rakató. Megint egy olyan gyilkost és perkeket tartalmazó DLC, ami távol van a nagyszerűtől, de szórakoztató tud lenni.
Twinszel rengeteg hosszadalmas, bukott meccsen kell magát átszenvedni az embernek, mire ki tudja tanulni. A perkjei pedig igazából nem rosszak, de általában nélkülük is megvan az ember. Elodie-nak a Deception perkje az, amivel el lehet szórakozni egy jó darabig, de a másik kettő helyett vannak sokkal effektívebbek is. Úgyhogy ha már minden híres neves DLC megvan, vagy szeretnél a DBD-n belüli legkisebb közösséghez, a Twins játékosokhoz tartozni, na akkor talán érdemes lehet elgondolkozni a chapter megvételén. Az Olkillel érkezett Trickster, akinek a képességéhez, ha hozzászokik az ember, akkor szépen lehet vele darálni. A perkjei szerintem elmennek. A Stars csak az, amivel viszonylag gyakran találkozhatunk, de sok gyilkosnál elég kevésszer érezzük majd a hatását. Yanjili perkjei szerintem egy az egyben... meh kategória. A Fast Track jó lehet egy szerelő buildbe, a Smash Hit szerintem a legrosszabb bizos csömperka játékban, a Self Preservation pedig még egy embernél sem láttam. Úgyhogy ha szimpatikus maga a gyilkos, és a képessége is, akkor nem tudok mit felhozni a DLC ellen. Más esetben viszont lehet, hogy jó döntés egy másik chapter után keresni. A Resident Evil fejezetben kaptuk meg Nemesist, Jillt és Leont. A gyilkos képessége szerintem nagyon hatékony tud lenni, ha rászánja az időt az ember a csáppal való célzás megtanulására. A perkek is igazából jók, mind gyilkos, mind pedig túlélő oldalom. Bár az tény, hogy a túlélőknél inkább a gyilkos szivató Flashbang és Blastmine-nal lehet találkozni. Úgyhogy ha egy ügyesen összerakott hatékony gyilkost és 9 teljesen okés perket keresel, akkor itt van számodra a chapter. A Hellraiser egy ismét csak egy személyes mutatvány, ami Cenobite-ot tartalmazza. A perkje igazából meglepően jók, kezdő vagy pedig szólózó, random játékosokból álló csapatok ellen. A Gift of Pain kijátszható annyival, hogy nem healelnek. A Plaything pedig nagyon nyitott pályáknál nem is kell, hogy szét legyen szedve. A Deadlock talán az, ami valóban mindig szépen tudja hátráltatni a játékot. Igazából ha tetszik a gyilkos, akkor hajrá! Viszont kezdőknek egyáltalán nem ajánlom. Annyira komplex gyilkosról van szó, és olyan döntések meghozatalára kényszerít rá, amiket kezdőként az esetek 99%-ában rosszul fogsz meghozni. A jelenlegi utolsó egyszemélyes csomag az Hour of the Witch, ami Mikaela Reedet hozta be a DBD-be. Szerintem senkinek nem kell bemutatni a Circle of Healing vagy Shadow Step perkeket. Viszont meglátásom szerint mindegyik körben van legalább egy ember, akinél ott van. Úgyhogy igazából, ha csak nem te is tagja szeretnél lenni a Circle of Healinget hozó embereknek, akkor nem sok értelmét látom Mikaela beszerzésének. Hadd hozza csak más a bun, te pedig tehetsz a helyére valami olyat, ami még jobban a segítségetekre lehet. A Portrait of a Murder egy érdekes DLC. Artist, mint gyilkos, fantasztikus. Néhány kör után azért rá lehet nagyjából érezni, hogyan is érdemes vele játszani. De még onnan is lehet tovább fejlődni. A perkjei közül egyedül a Pain Resonance, aminek hatalmas szerepe tud lenni a meccsekben, vagy ha van ideje és szerencséje az embernek maximum tokennel aktiválni, akkor még a Pentimento. Ezzel ellentétben Jonah próbálkozik valamelyest. A Boon Exponential SVF-ben használva kifejezetten jól tud jönni. Az Overcome pedig egyébként egy teljesen okés perk, viszont szerintem bármelyik másik Exhaustion perkkel jobban jár az ember. A Smash Hitet leszámítva. És igen, tudok a Lucky Break-es és By the Bullet-es kombóról, de szerintem ennyi is a perkben rejlő maximum potenciál. Úgyhogy annak ellenére, hogy milyen negatívra sikerült ez a véleményezés, egyébként én ajánlom ezt a kiegészítőt. Szerintem sokkal jobb a DLC-k túlnyomó többségénél.
A Sadako Rising egy nagyon jó elképzelés, semmilyen kivitelezéssel. Oreo konkrétan a Ring Drawing és az Iridescent videótép nélkül nagyjából semmit nem ér egy jól együttműködő csapat ellen. A képessége egyébként érdekesnek hangzik, de nem túl egyszerű kicsikarni belőle bármit is. Viszont a perkjei miatt elgondolkodtató. A Call of Brine a jelenlegi egyik meta, ha nem a fő meta perk. A Merciless Storm és a Floods of Rage pedig hol bejön, hol nem. Kivéve Dokin. Rajta egyenesen gusztustalan a Merciless Storm. Yoichinak meg igazából vannak perkjei. A Dark Theory szerintem egyenesen haszontalan önmagában. A Parental Guidance van, ahogy jól tud jönni, az Empathic Connection pedig megint csak egy feledhető elem. Úgyhogy ha már minden egyes DLC megvan, csak ez nem, akkor tudom neked ajánlani a Sadako Risingot. Más esetben viszont szerintem sokkal jobb döntés lehet más karaktert megvenni, és majd a Shrine of Secretsből beszerezni Sadako perkjeit. A Roots of Dread egy árny DLC-je a játéknak. Dredge egy szórakoztató gyilkos, viszont az ereje a túlélők tényleges félelmében van. Ha nem félnek ellene játszani, oda a képességének nagy része. A perkjei pedig úgyszint szórakoztatóak, de nem nehéz róluk is megfeledkezni. És ugyanez a helyzet Hadival is. Semmi extra nincs a perkjeiben. Úgyhogy szerintem senki sem fog álmatlan éjszakáktól szenvedni, ha kihagyja ezt a chaptert. Ezzel szemben a Resident Evil Project W-ben Veskernek mind a képessége, mind pedig a perkjei nagyon jók. Olyan, mintha Blight és Nurse képességét összegyúrták volna, és így megkaptuk Mastermindot. Ada és Rebecca pedig nem a legjobb perkekkel érkeztek, viszont kiemelendő közülük a Reassurance, ami egy kemperrel szemben akár életet is tud menteni. Ha ki tudják játszani jó időben. Úgyhogy ha keresnél valakit, aki Nurse-höz vagy Blight-hoz hasonlít, de mégis valamelyest más, vagy szerinted illik a csapatjátékos stílusodhoz Ada és Rebecca perkarzenája, akkor bátran tudom neked ajánlani a második Resident Evil fejezetet. És végül a jelenlegi legfrissebb kiegészítő a Forged in Fog. Szerintem nagyon erőltetett lett a DLC. Knight tapasztalataim szerint igazából a kempelési stratégiát tudja a csúcsra járatni, de hogy ennél többre nem igazán képes. A perkjei egyébként ezzel ellentétben hasznosak, és rengeteg gyilkoson tudnak nagyon jól jönni. Vittoriónak a perkjei meg olyan elmegy kategóriájúak. A szerelés fókuszú buildeket jól tudják erősíteni, de megint csak elég szituáció függő, hogy tudja-e valóban használni az ember. Szóval nem marad le sokról az, aki kihagyja ezt a chaptert, és Shrine-ból szerzi be a lovak perkjeit. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a bitang hosszú videót. Remélem segítségetekre tudtam lenni a DLC választásban. Elterne a véleményed a videóban elhangzottakhoz képest. Hozd meg velünk is a hozzászólások között és beszélgessünk egy jót. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!